Itt állunk, de most máshogy indult az év. Nem tudtuk, hogy mit tartogat idén az új tanév. Leszünk-e még együtt, úgy, ahogy régen? Vagy nem láthatjuk egymást, csak az online térben? Hiányoltuk egymást és az iskolánkat, nehéz volt az elmúlt évünk, de átéltünk csodákat. Érezhettük egymás szívének erejét, tanítóink, tanáraink hatalmas szeretetét. Láttuk szüleink küzdelmét miértünk, a támaszaink, a mankóink voltak sokszor nékünk, és most reménnyel telve indulunk a nyárba, és majd utána egy szebb tanévet várva. A csodák mellett akadtak vicces, szórakoztató események is. Ebből készítettünk mi, hatodikosok, nektek egy rövidke kis összeállítást. Fogadjátok sok szeretettel kis videóinkat. Amikor a tanárnak gondja akad a mikrofonnal. Kolumbusz tojása. Amerika felfedezése után Kolumbuszt vendégül látta egy spanyol bíbor. Tanárnő, nem halljuk. Elnézést, gyerekek, véletlen rányomtam és kikapcsolódott a mikrofon. Folytatom. Amikor az álom még óra közben is tart. Vilma, elmúlott már 8:30. Nem gondolom, hogy ilyenkor még pizsomába kéne legyened. Legközelebb ilyenkorra kérlek öltöd át. Vilma, kérlek ne most! Amikor legszívesebben elbújnánk. Kérlek titeket, mindenki kapcsolja be a kameráját. Jó, akkor aki nem kapcsolja be a kameráját, az felel az egri csillagokból és a tornyból. Amikor állítólag nincs interneted. Emese! Úgy látszik, Emese nincs itt köztünk. Bocsánat, tanárnő, most írta Emese, hogy messengeren, hogy nincs internete. A technikai problémák. Feltöltöttem nektek egy feladatot dokumentumban. Meg tudná mondani valaki a megoldást? Tanárnő, nem tudtuk letölteni. Valami hibát írt ki. Úgy látszik, a feladat letöltéssel mindig valami probléma akad. Persze, ha egy játékról van szó, az biztos mindenki le tudja tölteni. Amikor a digitális oktatás során otthon marad a házi? Igen, János? Otthon felejtettem a házi feladatomat. De János, nem ha felejtetted otthon a házi feladatodat, hiszen otthon vagy. Ja, akkor nincs kész. Az már más. Amikor óra közben a trópusokon érzem magam. Amikor 1541-ben Szulajmán szultán kivonult az országból, még csak Buda volt török kézen. A törökök ezután sorra elfogadták az ország középső területének várait. A gémerek órai figyelme. Larion, megosztanád kérlek a házidat? Bocsánatot kérek. Jó. Akkor Dani, légy szíves, te prezentáld. Az irodalmi művek csoportosítása. Amikor belemerülök a játékba, és észre se veszem, hogy vége az órának. Viszlát, további szép napot, sziasztok! Viszontlátásra, sziasztok! Viszontlátásra, sziasztok, további szép napot! Jó, az megvan. Ez kapta. Máté, vége az órának. Az a híres csetfal. Benita és Panna, nem gondolom, hogy óra közben Robloxozni kéne. Elnézést. Amikor anyának takarítania kell.
Légy szíves, ne most! Majd később! Bocsánat! Amikor a macska is részt vesz az órán. Sit! Mi a mi újság? Itt a cicuska. Amikor az óra közepén gondoskodni kell a tesóról. Sorka, kaki, jönni kell! Elnézést, ki kell vinnem az öcsémet vécére. Amikor tálcán hozzák a reggelit. Jó reggel, gyerekek! Sziasztok! A mai óra tananyaga a számnevek helyes írása lesz. Köszi a reggelit, anyát! Jó ötvágyat, Dávid és Dórika reggelihez, de nem gondolnám, hogy óra közben génálni. Rendben. Szülői válasz. Abszolút. Hittem meg tudnám mondani, hogy ennél az egyenletnél mi jött ki nálad eredményül? Gitta, mondd már, 152. X egyenlő 152. Úgy gondolom, Gitta, hogy ez menne egyedül is. További szép napot kívánok nektek, gyerekek. Ügyesek voltatok az órán. Ha bármi kérdésetek van, vagy valamiben elakadtok, csak szóljatok, és segítek. Sziasztok! Oh, viszont... Végre vége! Teljesen kikészítettek. Elegem volt belőle. Tanárnő, mi még itt vagyunk. Elnézést kérek! Sziasztok! Amikor kész az ebéd. Dorka, ebéd! Mindjárt megyek! A tanárra várva. Miért vagyok csak én itt egyedül? Hol késnek már ezek a gyerekek? Tessék, igazgatónő! Tessék! A gyerekek már ott várnak az iskolában. Rendben! Sietek én is! Viszontlátásra! Márciusban hatalmasat változott az életünk. Egyik hétfőn digitális tanórára ébredtünk. Azt gondoltuk az elején, nem lesz ennél jobb móka. Jöhet mobil, PC, tablet, a tanulás jobb módja. Nem kellett csak néhány hét, hogy változzon a vélemény. Azt kezdtük el érezni, hogy rosszabb, mint egy lényregény. Monitorral ébredtem, és monitorral álmodtam. Online szörnyek monitorot fenyegettek álmomban. Online matek, online magyar, online volt az úszás is. Hát az úszás közben kényszer elrepett a deszkát is. Google Classroom, Facebook, Zoom, Skype, Viber és a Redmenta. Éjjel-nappal online voltunk, és nem volt közben sziesta. Online tesztnél anyag iktál, apa pedig gépelte. Nem volt ennyi jó jegyem még sohasem az életben. Tisztelt itt tanár, diák, és persze a család is. Tisztelt a nagyi papi, de még plusz a macskánk is. Vége van, most elég volt, digiteljük az egészet. Jövő héten, kedden 8-kor, vár minket a szemészet. Mennyire ment könnyen számodra a digitális oktatás? Az áttérés kezdetben nagyon nehéz volt, és gondjaim akadtak a telefonkezelésben. Örültem, hogy tovább aludhattam, de nekem ez is korán volt. Minden nap szinte ugyanolyan volt. Az online oktatásra való áttérés nem jelentett számomra nehézséget, viszont visszatérni annál inkább.
Mennyire tartottad érdekesnek, hasznosnak a digitális oktatást? Mi az, ami tetszett, mi az, ami nem? Többet tudtam találkozni a társaimmal, barátaimmal, mert több szabadidőm volt. A digitális oktatás alatt könnyebb volt tanulni. Örültem, hogy jobb átlagom lett. Hasznosnak tartottam, hogy tanáraink sok érdekes programot mutattak meg nekünk. Például a Padlet, a Wordball, de a Redmenta mindig problémás volt. Az online oktatásban azt tetszett valamennyire, hogy nem voltunk annyira időhöz kötve. Az online oktatásban nekem nagyon tetszett az, hogy nem kellett korán kelnem, ugyanis én imádok aludni, és főként reggel imádok aludni. Aztán az is tetszett, hogy sok új dolgot tanultam meg, amit saját magamtól, amit azt gondolom, hogy azután is tudok majd hasznosítani, vagy ezentúl is tudok hasznosítani. Itt a különböző online programokra gondolok, amit saját magam tanultam meg, és azt gondolom, ez sokkal tartósabb tanulás, mint hogyha az embernek ugye fejébe öntötték volna egy tanfolyamon. Beoszthattam szabadon a munkaidőmet igazándiból, tehát hogy a nap folyamán akkor dolgoztam, akkor csináltam a házi munkát, amikor arra volt egy kis szabadidőm, és akkor dolgoztam, amikor éppen arra szerettem volna időt szánni. Mi az, amihez a legnehezebb volt hozzászoknod? Mindig elveszett az óra linkje. Időre kellett visszaküldeni a házi feladatomat. A kamera bekapcsolása gondot okozott, mert nem szerettem volna, hogy lássák a fáradt fejem. Amikor beszélni szerettem volna, mindig elfelejtettem bekapcsolni a mikrofont. Hát, ami nem tetszett, az az volt, hogy ez miatt éppen egybefolytak a napjaim, tehát, hogy nem volt egy rendszer a napjaimban. Ez ugye egy kicsit zavart. Aztán az sem tetszett, hogy a gyerekekkel nem tudtam vagy szemközt találkozni, és sok olyan dolgot elmagyarázni nekik, amit itt az iskolában azért meg tudunk beszélni, meg tudok nekik mutatni. És hát szeretem látni is, hogy a gyerekek mit csinálnak, és ez így a neten keresztül annyira nem jött át nekem igazándiból, hogy itt most mi az, ami az ő munkájuk, mi az, ami kevésbé az ő munkájuk. Tehát úgy hiányoztak a gyerekek nekem, annak ellenére, hogy mondjuk most tavasszal azért minden nap online módon találkoztunk, illetve múlt tanévben is. Nem nagyon tetszett az, hogy olyan volt, mintha a falnak beszélnék órák alatt, főleg amikor még az arcotokat sem láthattam, és a sok új program miatt kicsit elveszve éreztem magam, kicsit olyan volt, mintha egy labirintusba lennék, egy sötét labirintusba. Mennyire voltak segítőkészek a tanáraid? Amikor nem értettem egy feladatot, több időt szántak az elmagyarázására. Elfeltett határidőnél adtak haladékot. Amikor a technika ördöge megnehezítette a dolgunkat a feladat letöltésében vagy a Meet-be való belépésben, a tanáraink segítőkészek és megértőek voltak velünk. Mennyire tudtál csoporttársaiddal kommunikálni, együttműködni? Vicces csetekkel átvészeltük a távolságot. Többet találkoztunk egymással. Házi feladatokkal, dolgozatokkal kis segítséget nyújtottunk egymásnak. Mit gondolsz, mit lehetne megtartani ebből a rendszerből a későbbiekben is? Amit megtartanék ebből az egész online oktatásból, az az, hogy nem kell korán kelni. A többi részét szerintem a jelenléti oktatás sokkal hatékonyabb. És amit megtartanék az online oktatásból, talán az, hogy házi feladatként néha a Classroom-ba tudnánk küldeni nektek feladatokat. Számunkra az előző hetek tanulsága, hogy jobb együtt lenni a barátokkal itt a suliba, és hogy a feladatokat ne halaszgassuk. Schule ist mehr als Pauken und Plagen, Schule ist mehr als nur Quälerei. Schule ist, komm mit deinen Fragen, Schule ist, du bist dabei. Schule ist mehr, 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 immer mehr Wissen als vorher. Schule ist, komm, sei dabei, dann ist dir Schule nicht dein Allein. Schule ist mehr.
ist mehr als nur lange Stunden. Schule ist mehr als Sitzen und Ruhen. Schule ist den Erdball erkunden. Schule ist, komm, trau dir was zu. Schule ist manchmal. Kedves diákjaink, kedves kollégáim, tisztelt szülők! Amikor szeptemberben megkezdtük tanévünket, nagy lelkesedéssel, reményekkel indultunk. Különös helyzet elé állít az élet mindannyiunkat az utóbbi időben. Akárhogy is, de dolgozunk, dolgoztunk, dolgoztatok. Ti gyerekek már néhány napja élvezitek a nyári színidő eseményeit és szabadságát, de az elmúlt időszak eredményeiről, munkátok és szorgalmatok gyümölcséről ma kapjátok meg írásos bizonyítványotokat. Ismét egy, a szokványostól eltérő tanév áll mögöttünk. Az idei évben 179 tanítási napunk volt, ami sok új feladat elé állított mindannyiunkat, melyet sokan hasznukra fordítottak, de akadnak olyanok is, akiknek az elkövetkező hónapokban, hetekben kell elmaradásaikat pótolni. Kérem őket, ne sajnálják az időt a tanulásra fordítani. Még van lehetőségük a pótlásra, a gyakorlásra, az eredmények javítására. A tudás a tiétek. Azt tesztek vele, amit akartok. Ez egy eszköz. Ha jóra használjátok, eligazodtok vele az életben, ha nem, akkor lesznek gondjaitok. A legnehezebb feladatokat talán az első osztályos kisdiákoknak, valamint a holnap ballagó nyolcadikosoknak adta a tanév. A legkisebbek megtanultak írni, olvasni, mélyebben megismerkedtek a számok világával. Megismerték az iskolánkat, a tanítónéniket, alkalmazkodtak az újhoz, a szabályainkhoz. Eredményesen és kitartóan dolgoztatok. Éva néni és a szüleitek is nagyon büszkék rátok. Nyolcadikosaink pedig a pályaválasztás, az első fontos döntés csatáit vívták meg az idén. Remélem, mindannyian helytálltok, de a hozzátok szóló búcsú szavait, útravalótokat a holnapi ballagási ünnepélyen igazgatónőtől kapjátok majd. Még néhány pillanat van csupán hátra a tanévből, melyről illik számadást készítenünk. Tervezett tanévünk több elemét a rendkívüli járványhelyzethez kellett igazítanunk, de lehetőségeinkhez mérten a szabályok betartásával minden számotokra kedvező programot igyekeztünk megvalósítani. A helyi vers és prózamondó, valamint a német vers és prózamondó és népdaléneklési versenyeinket online rendeztük meg. Ősszel alternatív testnevelés órák keretében a tájfutással és a sportlövészettel ismerkedhettünk
vagy mélyíthettük el tudásunkat. Tanulásmódszertani napok keretében a sikeres együttműködés és a kreatív gondolkodás témakörében hasznos módszereket, technikákat sajátíthattatok el. Osztályszinten tartottunk sportnapot, a sokszínűség hetén a roma kultúrával foglalkoztunk, és nem maradt el a Márton nap, volt adventi projektünk, szerveztünk popcorn napot, farsangoltunk, csatlakoztunk a pénzhéthez, a tráktákhoz, a piros is macis is nap és az egészségnap is megvalósult. Nemzeti ünnepeinkről, emléknapjainkról online, illetve osztályszinten emlékeztünk meg. Napközis táboraink a következő két hétben valósulnak meg, művészeti nevelés és sport témakörökben. A tanév végére lehetőségünk adódott a kalandra felnap keretében az iskolai környezeten kívül együtt töltenünk egy napot, ami mindannyiunkra ráfért. Mi is megtettünk mindent annak érdekében, hogy az eredményes munka mellett a kedvelt programok, ünnepek, kreatív órák, projektnapok megvalósuljanak. Ezúton szeretnénk megköszönni a minket támogató szervezeteknek, személyeknek, szülőknek bármi nemű segítségét, felajánlását, ami hozzájárult a tanév sikeréhez, a projektek, ünnepek megvalósulásához. Kedves gyerekek! A szüleiteknek mindannyiunk nevében szeretném megköszönni, hogy ebben a gondokkal, váratlan helyzetekkel bővelkedő évben partnereink voltak. Segítették a munkát. Nagy feladat volt az utóbbi néhány hónap, sőt talán az egész év, ahol meg kellett felelnünk. Köszönjük kitartásukat, segítségüket. Nekik is kívánok jó egészséget, jó pihenést a nyárra. Köszönjük a szülői munkaközösségnek, hogy sokszor meghallgatták gondjainkat, eredményeinket, együtt gondolkodtak velünk, ötletekkel támogatták munkánkat. Remélem, hogy kitartanak mellettünk, hiszen jól esik minden nemű támogatásuk, segítőkészségük, együttműködő jelenlétük. Az év során kialakult szokatlan és váratlan helyzetek sokszor magunkra és környezetünkre utaltak bennünket, de nagyon sokan derekasan helytáltatok. A 2020-21-es tanévben 117 diákot neveltünk és oktattunk a 8 évfolyamon. Az iskola tanulmányi átlaga 4,2 tized. Az alsó tagozaton 4,3 tized, a felsőben 4,11 század. Az iskola magatartás átlaga 4,15 század, alsóban 4,2 tized, a felső tagozaton 4,1 tized. Az iskola szorgalom átlaga 3,99 század, ami az alsó tagozaton 4,15 század, a felső tagozaton pedig 3,83 század. 99 tanulónk, vagyis a diákok 85%-a részesült valamilyen dicséretben az év folyamán. Ez azért szép eredmény, mert az idei rendhagyó tanévben jóval kevesebb rendezvényünk és versenyünk volt a megszokottnál. A legeredményesebb évfolyamoknak szeretnénk vándorkupáinkat továbbadni, amit most alsó tagozaton a harmadik osztály kap, tanulmányi eredményük 4,348 ezred, a felső tagozaton pedig megtartja a kupát a hatodik osztály, akiknek 4,21 század a tanulmányi átlaga, éppen annyi, amennyi tavaly volt nekik. A legeredményesebben teljesítő és kiemelkedő közösségi munkát vállaló diákjainkat szeretnénk jutalmazni. A nekik járó könyvjutalmat, valamint az osztályoknak járó vándorkupát igazgatónő, illetve az osztályfőnökök adják át nektek a termekben. A nyolcadikosok a ballagáson kapják meg jutalmaikat. Sajnos a kevésbé szép eredményekről is beszélnünk kell. Idén 7 tanuló, 4 alsós,
3 felsős kap lehetőséget az augusztusi javítóvizsgán, hogy elégtelen évvégi osztályzatán javítson, és felsőbb évfolyamba léphessen tovább. Az alapfokú művészeti iskolánkban is munkával és eredményekkel bővelkedett a tanév. 18 diák az általános iskolai munka mellett vállalta a zeneművészeti oktatásban való részvételt, akik mind eredményesen helytáltak. Mindenki hallgat valamilyen zenét, de csak kevesen játszanak hangszeren. Nem minden gyereknek van lehetősége zenét tanulni, pedig az élet számos területén hasznosítható. Többek között fejleszti a térbeli intelligenciát, magabiztossá tesz, csökkenti a stresszt, igényességre nevel, segít legyőzni a félelmet. Ha hiszitek, ha nem, jobban megy tőle a matek, segíti az iskolai követelmények teljesítését. Kedves kollégáim! Az idei tanév lehetőséget teremtett arra, hogy a pedagógusokon kívüli társadalom is megismerhesse a pedagógus munka minden oldalát. Szépségét és árnyoldalát egyaránt. Talán ez az ismerkedés tartós lesz, és egyre többen elismerik munkánkat. Szent Györgyi Albert mondta, hogy az ember cselekedeteit meghatározó egyik leglényegesebb tényező az az értékrendszer, melyet fiatal korában alakít ki. Köszönöm, hogy ennek az értékrendszernek a kialakításában részt vesztek. A mi munkánk pedig nem lehet eredményes azok az emberek nélkül, akik közvetlenül segítenek bennünket nap mint nap, itt az iskolában. Köszönöm mindannyiunknak! Néhány tájékoztató információt szeretnék elmondani, majd mindenki átveheti a jól megérdemelt bizonyítványát osztályfőnökétől, és jól megérdemelt szünidejét kezdheti meg. A tankönyvosztás augusztus 30-án, hétfőn, 17 órakor lesz. A nyár folyamán is elérhetőek leszünk mindenki számára. Jövő héten szerdán, majd azt követően 2 hetente igazgatónőt vagy engem megtaláltok az iskolában. Gyerekek! Az elmúlt év senkinek sem volt könnyű, senkinek sem volt megszokott. Mindannyian támaszkodtunk egymásra, összhangban együtt kellett dolgoznunk az eredményekért. Ennek a munkának fő részesei ti voltatok, és a titeket támogató családtagok. Köszönjétek meg nekik fáradozásaikat, szeretetüket. Fogadjatok szót a szünidőben. Osszátok be észszerűen időtöket, töltsetek sok időt egymással, játszatok sokat. Vigyázzatok magatokra, vigyázzatok egymásra, barátaitokra, szüleitekre, nagyszüleitekre. Találkozunk szeptember 1-én. A 2020-21-es tanév ezennel bezárul.